Vannak, akik az első, vannak, akik a sokadik önkormányzati képviselői ciklusukat töltötték, és töltik, de egyetlen egy, beleértve a parlamenti képviselőt sincs, aki ilyen körülmények között kellett, hogy dolgozzon. Ezért azt a fajta munkamorált tudom és ismerem a részleteket, hogy a testület hogyan tartotta a kapcsolatot a polgármesterrel, hogy a polgármester hogyan irányította a kerületet a rendkívüli helyzetbe. Ezért külön szeretném önöknek egyenként és a testület egészének kifejezni a tiszteletemet és a jó kívánságaimat. Én magam úgy ítéltem, hogy az ilyen nehéz helyzetek jobbá teszik a világot, jobbá tesznek bennünket, nem csak megerősítenek, hanem talán nagyobb figyelemmel fordulunk egymás felé, talán őszintébben fogunk tudni egymáshoz szólni, talán kevésbé látjuk azokat a korlátokat, amit például a politika épít adott esetben közénk, és meglátjuk ezeken a falakon túl azt az embert, amilyenek mi magunk is vagyunk.